Sziasztok, ez itt a megújult Loki blognak az első podcast adása. Én Csibu vagyok, és itt van még velünk Juve fan is. Sziasztok! Ma ketten fogunk beszélgetni, egyrészt azért, mert a honlapunk, mint láthatjátok, megváltozott, és hát a címünk is megváltozott. Mire is pontosan? Lokiblog.eu lettünk egész pontosan. Arról beszélgetünk most itt röviden, hogy miért volt erre a váltásra szükség, és hát látva azt, hogy a Nemzeti Sport blog oldaláról sikeresen eljöttünk, így most már gyakorlatilag kiteregethetjük mindazt a szennyest, ha szabad így fogalmaznom, ami az elmúlt 2-3 évben érte a Loki blogot. De hát szerintem kezdjük legelőről. Kérlek, Juve fan, mesélj nekünk a blog alakulásáról, arról, hogy miért pont a Nemzeti Sporton kezdtük el ezt, és miközben ennek az egésznek a Népsport bloghoz. Hát ugye a Nemzeti Sportot üzemeltető Ringier kiadónak volt egy nagyon jó kezdeményezése 2010-ben, amikor létrehozta ezt a Népsport blogfelületet, melynek ugye nagyjából az volt a célja, hogy egybegyűjtse a magyarországi sportblogokat, és egy ilyen közös felületet biztosítson számukra. Egyúttal a megjelent cikkeket, adott esetben a jól sikerült cikkeket kitegye a saját főoldalára a Nemzeti Sport Online-on egy jól látható részre, amit ugye rendszerességgel frissítettek, ezáltal az írások nagyon-nagyon nagy közönséghez eljuthattak, és így nagyon jó kis közösségek alakultak ki. Rengeteg sportblog alakult a 2010-es évek végén, amikor ez elindult, így többek közt a Loki blog is ugye 2010. november 22-én elrajtolt, és hát emellett ugye rengeteg másik magyar csapatnak is, természetesen külföldi csapatnak is alakultak blogjai a Népsporton, melyek a mai napig még aktívak. Persze nem mindegyik maradt a Népsporton az évek folyamán, de azért még most is akadt olyan sportblog, aki velünk együtt kitartotta a végsőkig. Viszont hát ugye most már tényleg, amint azt olvashattátok, nem volt nagyon választási lehetőségünk, ez eljött ennek az ideje, hogy mi váltanunk kellett. Igen, de menjünk időrendi sorrendben, szóval az első 1-2-3 éve a Népsport blognak szerintem egészen fantasztikus volt, nem tudom, hogy számítottak-e erre annó a kitalálói, hogy majd ilyen sok blog alakul, tehát tényleg gyakorlatilag minden NB1-es csapatnak lett saját blogja, külföldi csapatoknak, ahogy mondtad, számtalan olyan blog lett, ahol nem feltétlenül a focival, hanem egyéb sportágokkal, vagy akár sportolókkal foglalkoztak, úgyhogy volt élet a Népsporton. Igen, és ami nagyon fontos, ezt ugye kifelejtettem az előbb, hogy az olvasók számára ez újdonság volt, hiszen Magyarországon azért nem volt annyira elterjedt ez a blogolási forma. Akadt egy-két ilyen sportblog, de azért így a többség nem hallott még erről, és óriási nagy változást, egy merőben új élményt jelentett hozzánk hasonló emberek szubjektív véleményét olvasni, amelyek sokszor ugye értékesebb tartalommal bírtak, mint egy profi újságírónak a semmit mondó cikkei. Tehát ezért volt ez nagyon jó, ez a blog oldal. Meg azt is tegyük hozzá, mert egyébként továbbra is jellemző a hivatalos újságírásra, hogy annak van egy bejáratott formája, egy formai követelménye. Tehát kinyitjuk a Nemzeti Sportot, vagy bármely online magazinba beleolvasunk, akkor van egyfajta olyan tartalom, hogy akkor itt most ez egy tudósítás, itt most ez egy rövidke jegyzet, és nem látunk sokszor a dolgok mögé. Sokszor maguk az újságírók is megkötve dolgoznak, ugye nem mondhatnak, nem írhatnak le mindent, amit szeretnének, mert hát azzal adott esetben nem ért egyet mondjuk a főszerkesztő, és hát nem olyan nézettséget generál, és hát nagyon sok olyan cikk van, főleg az interneten már, ami pedig különösen a bulvár irányába megy el, sőt már mondhatni bulvárnak is, például a Nemzeti Sport is, hiszen olyan cikkekkel próbál olvasottságot teremteni, amelyeknek az értéke az, hogy is fogalmazzak, kérdéses. De jött a 2013-as év vége, jó magam ekkor csatlakoztam a Loki Blog stábjához, és hát pont amikor csatlakoztam, akkor most ezt direkt ki is másoltam, akkor Juve fannal beszélgettem a blog helyzetéről, és hát szeretnék egy kis idézetet adni, bár lehet, hogy még jobb lenne, ha te olvasnád fel a saját hangodon, de ezt írta Juve fann nekem. Az a helyzet, hogy maga a Népsport blogmotor egy kalap szar. Hónapok óta.
A Ringier kiadó nem hajlandó foglalkozni vele, és az is elképzelhető, hogy megszűnik az egész, vele együtt az összes blog. Így mi már elkezdünk erre készülni, WordPress-t meg egyik szerkesztősrác megajánlotta, azt mondja, hogy százszor jobb a felülete, mint a Népsporti, így várhatóan majd oda megyünk. Állítólag nem érdekük, hogy tovább működjön, anyagilag semmilyen támogatást nem adnak, pedig a blogmotor cserére szorulna. Ami most van, az is működik, csak egyre szarabb, van, hogy órákig nem lehet semmit csinálni, az olvasottság számláló hónapok óta nem működik, mentéssel és gyakran szerencsétlenkedünk. Nem tudom ehhez tenni le hozzá bármit. Hát igen, egy ilyen hivatalos megfogalmazás az akkoriban úgy szólt, hogy maga ez a szolgáltató, ez a Ringier megvonta a támogatását a Népsport rendszerétől, magyarul levette róla a kezét, és ekkor tényleg úgy tűnt ez a 2013-as év vége, hogy az egész szolgáltatás megszűnik, hiszen napok óta elérhetetlen volt, volt olyan, hogy napokig nem töltött be az oldal, ha betöltött az oldal, akkor a képek nem töltődtek be, emiatt ugye a szerkesztők nem tudtak cikkeket írni, emiatt az olvasók ugye adott esetben elfordultak az oldaltól, hiszen mit láttak, napok óta be sem tölt az oldal, ha betölt, nincs ott semmi, akkor ugye azt hihették, hogy na ez is ennyi volt, és akkor nagyon sok blog ugye úgy döntött, hogy leválik a Népsportról, ugye ekkor alakult a touch.hu, ami most per pillanat már egy jó ideje szünetel, de az aloldalain ugye működnek a különböző egykoron Népsporthoz tartozó blogoldalak, ugye említhetnénk többek között a Kispest blogot, vagy mondjuk a Győr, vagy a Videotonnak a blogját. Viszont ugye ekkor már mi is úgy döntöttünk, hogy költözni fogunk, és már el is kezdtük akkor is az új oldal kiépítését. Aztán végül mégis úgy döntöttünk, hogy maradunk, ennek pedig egyetlen oka volt. Egyrészt nyilván az, hogy a szolgáltatás helyreállt. Annyiban történt változás, ha jól emlékszem, hogy teljesen lecserélték a vezetőségét ennek a résznek, ami ezzel foglalkozott, és úgymond visszaállítottak egy olyan állapotot, ami elfogadhatóvá tette a blogolást a Népsporton, de ami a legfőbb dolog, a legfőbb ilyen, hogy is fogalmazzak, motivációnk az volt, hogy maradjunk a Népsporton, az a már említett Nemzeti Sport online-os megjelenés volt, hiszen na, ezzel a kiválással ugye nagyon kevés blog maradt akkoriban a Népsport égisze alatt, és gyakorlatilag az összes cikkünk kikerült a Nemzeti Sport online főoldalára, ott egy ilyen kis oldaldobozban szinte hetente 3-4-szer frissítették, és ez nekünk nagyon jó volt, mert akkoriban még nem volt egy olyan kiépült olvasói bázisunk, ami úgymond eltartotta volna magát az oldalt ennek a segítsége nélkül. És hát ez a képidetlen olvasói bázis, hogy számszerűsítsük a dolgot, az egy nagyjából 300 fős Facebook közönség, néhány fórum, ami a DVFC-vel foglalkozik, majd ezekről is fogunk később beszélni, és a beépített statisztikák alapján az is kiderült, hogy gyakorlatilag az olvasóink 80%-a a Nemzeti Sportról érkezett, ami egy brutális adat, és mondtad itt a touch.hu-nak azt, hogy mostanában nem úgy megy azért az összekerük sem, nem véletlenül, egyszerűen az olvasottság az elsődleges egy-egy ilyen blog üzemeltetésében, és hát szerintem azóta, nem tudom, szerintem nem olyan sok olvasójuk van, mint előtte volt. Hát ugye maga a Touchponthoz egy külön sport oldalként indult útjára. Így van, így van. Az egy olyan jó másfél éve, ha jól tudom, szünetel. Azt nem tudom, hogy milyen okok miatt, de az aloldalaikon a blogok ugyanúgy működnek és üzemelnek. Így van, csak ez is ilyen érdekes, hogy a fő oldal. Hát, hogy ott sincs minden rendben egyébként. Ilyen szempontból nyilván az aloldalak működése a szuper, és bátorítunk mindenkit, hogy készítse saját maga csapatának a blogjait. Volt ez a 2013-as év vége, és akkor végül is nem álltunk át, tehát maradtunk a Nemzeti Sporton, és hát ettől függetlenül az, amit az elmúlt két évben még megéltünk, így az átállás előtt, hát az nem volt mesébe illő, hogy szépen fogalmazzak. Néhány dolgot itt felírtunk magunknak, amik bizony rendkívül nehézítették a dolgot, és sokszor igen, nehéz volt, tökülünket harabdáltuk, hogy
ne tegyük közzé, és elviseljük ezeket a dolgokat. Kisebb-nagyobb dolgokról van itt szó. Az egyik az az, amiről cikkben is több alkalommal beszámoltunk, mi is, mások is, az a, bocsánat a szóért, tirpákság, az a, hát nem is tudom, te tudsz valami jó, tahóság, az a szimpla magyar bunkóság, ez a, ha nekünk nem jó, nektek se legyen jó fajta hozzáállás, amit a Ringier kiadó megtett. Ugye tudjátok jól, hogy a .hu-s domain neveket lefoglalták. Itt többek között a Loki blogot is, te mikről ezt tudsz tudni, még, amik tudni lelettek? Kell, ez akkor történt, amikor hallokolt a szolgáltatás így 2013 novembere környékén, és pedzegette több oldal is, hogy ugye leválik, külön utakon folytatja a blokkolást, ezért fogták magukat, és így november 20-valahanyadika tájékán egy csomó népsportlognak a .hu-sított domain nevét levédte. Most itt van előttem egy lista, lokiblog.hu, csakakispest.hu, útvenger.hu, etoblog.hu, fradiblog.hu, vidiblog.hu, bayernblog.hu, vagy a vörösvonat.hu, ez a Liverpoolnak volt a blog oldala, akkor a fűzővel kifelé.hu, ez ugye egy NFL-es blogger oldal volt, tehát nagyon sok ilyen népszerű népsportos blog oldalnak a domain nevét foglalták le. 2013-án 2013. 11. hó 21-én éjjel 11-kor regisztrálták be egy füst alatt. Tehát az együtt, az összeset. Így van, remélem, hogy a hallgatóink érzik azt a fajta kicsinyességet, azt a fajta szánalmas megmozdulást, hogy ahelyett, hogy rendbe tennék az oldalt, és az nem úgy volt, hogy egyik napról a másikra mindenki bejelentette, hogy elhagyja, hanem folyamatosan hétről hétre, hónapról hónapra érezték azt, hogy ez így már nem működhet tovább, ennek így nincs értelme, és ahelyett, hogy azt mondanák, hogy ne haragudjatok, adjatok már még 2 hetet, és rendbe hozzuk, és működni fog, és csinálunk vele valamit, és ezzel megmutatott volna mindenkit, hiszen gondoljunk bele, ott van 3 éve egy csomó blog, miért akarnának onnan elmenni? Nem akart volna senki onnan elmenni, ennyit kellett volna tenni, hogy rendbe hozzuk a dolgot, és nincs szükség erre az egészre. Úgyhogy ez mindenképpen nagy-nagy negatívum volt. Egyébként most januárban többször is felvetettük több kapcsolattartónak is azt, hogy megvennénk ezt a .hu-t bizonyos összegért, de még válaszra semmiért adtak minket. Tehát gyakorlatilag nem tudjuk azt, hogy pontosan ki az, aki ebben az ügyben dönthetne. Hát igen, azt hangsúlyozzuk, hogy még egyelőre nem kaptunk választ. Ugye január 1-én vették fel velünk a kapcsolatot a Népsporttól, 4 nappal azután, hogy kiderült. Igen, majd erről még később, ez is egy vicces történet lesz. Ezután mi jeleztük, hogy szeretnénk külön utakon folytatni, és szeretnénk megvásárolni a lokiblog.hu domaint, és szeretnénk ehhez egy elérhetőséget kapni, hogy kivel beszélgethetünk erről. Ugye azt tudni kell, hogy azóta már a Ringier nem a Ringier az üzemeltetője a Népsportnak, hanem a MediaWorks Kft. Tehát úgymond ez a Ringiernek már nincs köze semmihez, viszont a domain név az továbbra is az ő tulajdonok, bár nem tudom, hogy történt-e ebben az esetben is átruházás, tehát ezért nem értjük, meg nem tudjuk, hogy akkor most mi van, hogy kihez tudnánk egyetlen ezzel fordulni. És hiába kértünk kontaktot, továbbra sem kaptunk még, hogy kivel tudnánk ezügyben tárgyalni. Na igen, és akkor, hogy mi is történt a legutóbbi 2 év alatt, tehát mi az, ami még egyéb negatívumként jelentkezett a domain levédésen kívül, az, hogy rendkívül kisméretű tárhelyen dolgoztunk. Tehát kezdetben mennyi? 50 megabyte volt? Kezdetben minden blog ugye 50 megabyte-ot kapott. Amikor én csatlakoztam a Népsporthoz, ugye 2012 augusztusában, akkor már 100 megás tárhelyünk volt, de ha jól emlékszem, az nagyon hamar egy pár hónap alatt betelt, és akkor még ugye működött a dolog, és akkor kértünk, és kaptunk tárhely növelést, akkor kaptunk 200 Figyeljétek, megabájtos. 200 megabájtos tárhelyet, igen. Úgyhogy amikor ezt kértük, akkor az még 2013-ban volt, nem? Tehát már akkor lecsengett ez a sokan elmennek Nem, ez 2013 tavaszán történt, amikor az a régi vezetőség volt, a normális vezetőség, ugye Benítóék, nem tudom, sokan biztos ismerik
őket, rengeteg blogjuk van, tévébe szoktak szerepelni, akkoriban ők voltak úgymond a főnökei ennek a részlegnek, tehát akkor még flottul ment minden. Ugye utána jött ez a váltás, és utána volt ez a haldoklás, és akkor telt be nekünk a tárhelyünk, ugye óriási nagy bajban voltunk. Ezt kezdetben meg tudtuk úgy oldani, hogy letöröltük régebbi képeinket, a régebbi cikkekhez tartozó képeket, vagy pedig a nagyobb méretű képeket átméreteztük, ebben rengeteg melót öltünk, hogy szűkítsük a foglalt tárhely méretét, hogy egyáltalán tudjunk képeket feltölteni a cikkekhez. Na de, ugye eljött 2014 nyara, amikor már nem volt több választási lehetőségünk, hiszen akármennyit spóroltunk a tárhelyen, nem tudtuk tovább tartani, betelt teljesen az egész, és... Ráadásul az volt az az időszak, amikor beindultak a cikkgyártásaink is, tehát már a igen. heti egy cikkről gyakorlatilag 2014-től heti két cikkre váltottunk. Igen, és akkor volt az, hogy teljesen betelt az egész tárhelyünk, és hiába leveleztünk az új vezetőséggel, csak az ígérgetést kaptuk, hogy jó, jeleztük, oké, jeleztük, megsürgetjük, majd már jelentkezünk, meg megsürgettük őket megint, most megint rájuk írtunk, reméljük, hogy majd most csinálják, bla bla bla. Ez így ment körülbelül, nem tudom, 3-4 hétig, és utána meguntuk az egészet, és Utána is eldöntöttük, hogy... néha rájuk írtunk, hogy nem lehetne, tehát ezt fél évente megismételtük, aztán mindig ebbe, tehát egy ilyen falba ütköztünk, és gyakorlatilag soha nem lett megnövelve ez a Igen, 200 aztán ugye megabájtos kiderült, hogy ugye tárhely. azért nem tudják megnövelni, mert akinek van, lenne hozzá joga, az nem ért hozzá, aki meg ért hozzá, annak nincs hozzá joga, de az meg nem tudott kapcsolatba lépni azzal, akinek joga lett volna hozzá. Tehát ez Hát ilyen... igen, az a tipikus magyaros történet, így van, tehát, hogy nincs anyja a gyereknek gyakorlatilag. Lényegtelen is, 200 megás tárhelyjel nem tudtunk tovább működni, úgyhogy volt egy-két köztes megoldásunk, sajnos emiatt vesztek is el képeink, aztán pedig egy WordPress motornak használtuk a 3 gigás tárhelyét, csak hát ez is igen, elég vicces volt, hogy egy külön gyakorlatilag... szájtra töltjük fel a képet, hogy onnan belinkeljük a saját oldalunkra. Aki ugye szemfüles volt, és mondjuk egy-egy feltöltött fotónak a forrását megnézte, ugye civisváros.wordpress.com, ugye ez volt az az oldal, ahova szerettünk volna 2013 végén elköltözni, így úgymond kapóra jött, hogy most ennek a tárhelyét hogy használhattuk, hát másfél évig ide töltöttünk fel képeket gyakorlatilag. Így van. De mostantól kezdve tényleg már ez is megszűnik, tehát olyan új szájtot indítottunk el, ahol nem csak a domain névünk a saját, ezt leírtuk korábban, sajnos a .com-ot lefoglalták mások, valószínűleg azért, mert észlelte a rendszer az interneten keresztül, hogy túl sok kérdés érkezett, hogy szabad-e még, amikor még gondolkoztunk rajta, hogy pont milyen nevünk legyen, és lefoglalta más, úgyhogy lokiblog.eu, ez az új oldalunknak a címe, és ehhez egy elég komoly, nagyméretű tárhelyet is vettünk, amivel várhatóan a következő 20 évben nem lesz problémánk. Na de térjünk vissza egy kicsit a Loki blog népsport oldalra. Ami még problémát okozott az az, hogy hát aki szövegszerkesztéshez ért és sokat dolgozik egyébként is a számítógéppel, az nagyon jól tudja, hogy milyen fontos a Ctrl-Z billentyű parancsnak az ismerete, ugye ez a visszavonást jelenti. Beírunk valamit, elrontottuk gyorsan, Ctrl-Z, és akkor már mehetünk is tovább, nem kell vele foglalkozni. Na már most a blogmotor, hogyha a Ctrl-Z-t benyomtuk, akkor... Hát... Megszüntette az összes formázást, az elválasztó kis csíkot letörölte, a videókat szétbarmolta, a betűkét átállította, tehát... Öngyilkosság volt Ctrl-Z-t használni magyarul. Igen, de hát ugye megszoktuk, hogy Ctrl-Z-t használunk, de hát minden második cikkünkben egyszer tuti, hogy elsütöttük azt, hogy Ctrl-Z, és utána fogtuk a fejünket, hogy van. Tehát a szerkesztés az ilyetén problémával volt megoldható, vagy kevésbé megoldható. Ez egy 2010-ben kezdett blogoldalon, ahol már akkor is a keresőmotor eléggé elavultnak számított. Aztán beszéljünk a statisztikai adatokról, amiket mutatott a blogmotor belül. Beszélhetünk, igen. Ugye volt egy beépített ilyen Analytics-nek, nevezzük Analytics-nek a népsportnak. A admin felületen minden cikk mellett szépen ott volt egy kis ilyen kockába, hogy hányan olvasták a cikket, meg hányan kommenteltek. Na most ez már 2012 végén is erősen haldokolt.
de amikor volt ez a 2013-as úgymond becsődülés, na akkor állt meg ez az egész, és onnantól gyakorlatilag ilyen 10-20 körüli adatokat mutatott minden cikkünknél, és ugye így jöhetett ki az, hogy a 2015 legolvasottabb cikkére azt jelentette, hogy 17 egyedi látogató volt rajta. Jaj, hát igen. Jó, nyilván ez nem olyan óriási nagy probléma, mert megoldottuk, építettünk be saját Google Analytics-et, és akkor ott láttuk az igazi adatokat, de hát azért ez is hozzátette a magáit ahhoz, hogy várjuk azt, hogy végre eltűnjünk a Loki Blog Name Sportról. És ugye már Google Analytics, az még viccesebb volt, amikor 2014 évelején beépítettük ezt a kódot az oldalba, szépen láttuk folyamatosan az adatokat, és nagyon sok energiát fektettünk abba tényleg, hogy havonta ezt elemezzük, megnézzük, sőt hetente is sokszor elemezgettük, hogy honnan érkeznek a látogatók, mit csinálnak az oldalon, hányat kattintanak, kik azok, akik szavaznak, milyen korosztályból kerülnek ki, pontosan helyileg honnan érkeznek debreceniek, csak, vagy az ország más feléből is. Egyrészt erre nagyon szükségünk volt ahhoz, hogy a cikkeinket be tudjuk lőni, másrészt ahhoz, hogy a különböző Facebook kiemeléseket meg tudjuk tenni, hogy lehetőleg azok lájkolják be a Facebook oldalunkat, akiket tényleg érdekel a Loki, és tényleg érdekel a Loki blog, tehát ez a jelenlegi, hány lájkunk van? 2600-700? Most már 2640-nél tartunk. Na, 2640-nél járunk. Nem kamulájkokat akarunk mi így gyűjteni, hanem tényleg olyanokat, akiket érdekel a dolog, és ez nagyon szükségünk volt az Analytics-re. Nyereményjátékokat, amikor indítottuk ez nekünk, mind-mind külön pénzbe került. És jött a 2014 decembere, amikor hát fogták magukat a... Egyik hétről a másik csak annyit vettünk észre, hogy a látogatottsági adataink 0, 0, 0, 0, 0, 0, minden nulla. Hogy akkor most mi van? Így van. Először elkezdtünk gondolkozni rajta, hogy a honlapunk meghalt, és valamiért nem elérhető, de hát jöttek hozzászólások, meg a Facebookon sem volt probléma, és ekkor jött. Jött egy levelezésed a egyik népsportos vagy nemzeti sportos munkatársa, nem tudom pontosan. Hát gyakorlatilag van egy személy, aki a népsportnak intézi a rendszergazdai dolgait, tehát egy külső személy, a nemzeti sport csak valamiféle megbízási szerződéssel van bele, vagy a cégével, pontosan annyira én sem értem. Ő az évek során többször is segítségünkre volt. Egyszer, amikor be kellett állítani egy robots.txt-t ahhoz, hogy egy hirdetést elhelyezhessünk az oldalon, és ami gyakorlatilag fedezte azt a költséget, ami most a tárhely és a domain név vásárlásra volt jó. A másik pedig az, hogy ekkor kiderítette nekem azt, hogy pontosan mi is történt, és hát kiderült, hogy a főnökök beépítettek egy saját Analytics-et. Tehát 2014 decemberében jutottak el odáig a nemzeti sportnál, hogy gyerekek, nekünk van egy blogoldalunk, és jó lenne tudni azt, hogy hány látogatója van a blogoknak. De ezt úgy oldjuk már meg, hogy azok a blogok, akik léteznek, azok ne tudják már a saját adataikat, jó? Úgyhogy fölénk, tehát egy magasabb szintre helyeztek egy másik Analytics kódot, amivel Ami csak... Amihez mi nem fértünk hozzá. Így nyilvánvalóan... Amihez mi nem férünk hozzá, csak az adminisztrátorok, és amiben ők látnak minden adatot, de mi a sajátunkét nem. És akkor írtam egy nagyon felháborodott levelet, hogy álljon már meg a menet, azért engem nem zavar az, hogyha látják ők is, hogy mennyi a látogatószám, de azért szeretnénk mi is látni, és pont decemberben nagyon sok mindent terveztünk, nagyon sok olyan cikket írtunk, ahol fontos lett volna látnunk, hogy mely cikkek a népszerűbbek, melyek kevésbé, és gyakorlatilag másfél hónapnyi statisztikai adatot kidobhattunk a kukába, tehát például a nyereményjátékaink elérését sem tudtuk meg, és tudjuk meg soha többet. Szerencsére így az ismeretségi kör miatt, tehát a segítőkész dolgozó miatt visszaállhatott ez a rendszer, de ott is nagyon sokat kellett külön kéregetni a főnököktől, hogy engedjék már, hogy mi is lássuk meg, hogy visszaépítsük, és akkor egy olyan megoldás lett egyébként, hogy gyakorlatilag csak nekünk, a Loki blogosoknak elérhetőek a saját Analytics adataink. A többi blogoldal, hogy a saját Analytics-et akar beépíteni, akkor ők már nem írik el soha többet ezt a opciót, úgyhogy legalább így pozitívan kiemelkedtünk, de hát ehhez is nagyon sok levelezés kellett, és hát kellett másfél hónapnyi szenvedés már, ami az adatokat illeti. Na, nézem itt a listámat, és
Hát még két dologról beszéljünk, mielőtt rátérünk erre a 2015-ös szilveszteri eseményekre. Az egyik az a népsport.blog.hu-nak a működése. Hát nem tudom, mikor frissült az utoljára a főoldaluk? Iszonyatosan régen. Már nem Nyáron is. talán? Igen, tehát most itt vagyunk ezen az oldalon. Most éppen a Loki blog részéről egy olyan cikk van kint a fő oldalon, hogy Courtney már tudunk nyerni, még nem, 2015. június 29. Így van, és a legújabb cikk ezek szerint szintén az összes blogfelületen 2015. június 9. Ezt a blog.népsport.hu-n egyébként ti is meg tudjátok nézni, már amennyiben éppen a hallgatás példában még létezik, mert bármikor megszűnhet teljesen. És előtte sem nagyon frissítették, tehát ez egy ilyen totál halott dolog volt, pedig nagyon jó lett volna ez ilyen blogos főoldalnak, tehát szuper lett volna, érdekelt volna, hogy mások mit írnak, más blogok éppen miről cikkeznek, és bloggerekkel felvenni a kapcsolatot, stb. Hát ez így innentől kezdve már nem sikerült. És igen, de ami még ennél is fontosabb volt nekünk, az ugye a nemzeti sporton elhelyezett sportdoboz, ami ugye, ha felmentek az nso.hu-ra és elkezdtek lefelé görgetni, akkor körülbelül az oldal felénél a jobb oldali kis dobozban, az oldalsában van egy ilyen népsport kis doboz, és ott három cikk van mindig. Na most amikor virágzott ez a népsport rendszere, akkor ott naponta, vagy legrosszabb esetben két naponta cserélődtek a cikkek, és folyamatosan jöttek a rengeteg oldaltól a különféle cikkek. Ez amellett, hogy ugye a maga az olvasó ilyen írásokat olvashatott, még ugye a bloggereknek is hatalmas olvasottságot jelentett. Hiszen ugye ismerjük azt is, hogy a Facebookon is változtak bizonyos dolgok, így az ilyen különféle oldalaknak a bejegyzései már nem érik el a teljes olvasó közönséget, csak a fizetünk érte, ugye kiemeléssel akkor tudsz mindenkit elérni. Ezért volt fontos az a kis népsportdoboz az ugye a blog oldalaknak, hogy olvasók. Hát meg új látogatók, tehát akik még nem igen. Jártak az oldalon. Igen. És ugye ekkoriban... Egy pillanat, bocsánat, hogy közbeszakítalak, de ez egy tipikusan olyan megoldása volt a nemzeti sportnak, ami egyébként egy tipikus win-win kategória. Tehát nyer vele a blogos, mert amit írt, az kikerül a főoldalra, és más is elolvassa, és nyilván érdekük így nagyon jó cikket írni, hiszen csak négyet emelünk ki, mondjuk hetente, tehát tényleg nagyon jót kell ahhoz írni, hogy kiemeljük. Tehát érdeke lesz a blogosnak jó cikket írni. Emellett érdeke lesz cikket írni, mert kiemelik, emellett pedig a nemzeti sport is jó helyzetbe kerül, hiszen a blogosoknak érdemes lesz a népsporton blogolni, a nemzeti sportot használni, és minden látogató népsportos oldalra kerül tovább. Tehát ennél tovább kattintási arányt, ennél jobb lehetőséget nem lehet kitalálni, ez egy nagyon-nagyon jó ötlet. Tehát az elve nagyon jó, de most jön a negatívum, és bocsánat, hogy félbeszakítottalak. Szóval ez volt a lényeg, hogy több olyan alkalom is volt, hogy hetekre, hónapokra leállt ennek a kis doboznak a frissítése, és volt olyan, hogy több hétig ugyanaz a három vagy négy cikk volt ott, aztán egyszer frissítettek rajta, utána pár napon megint, aztán amikor már azt hittük, hogy hú, de jó, most megint frissülni fog, akkor utána megint hetekig ugyanazok a cikkek voltak kint. És ez teljesen kiszámíthatatlan volt, hogy most éppen mikor fognak frissíteni, meg mikor marad ugyanaz. Most és a cikkek megint... témája is elég érdekes volt, tehát nem a legfontosabb cikkeket emelték ki, hanem úgy random körülbelül. Igen. Hát gyakorlatilag nem maradt már olyan túl sok blog egyébként, akiknek a cikkeit kiemelték volna, vagy ha fogalmazunk úgy, nem maradt annyi színvonalas blog, akiknek a cikkeit kiemelték volna, így most nem nagy képviségből mondom, de szinte gyakorlatilag mindig kint volt egy-egy cikkünk ebbe a kis dobozba. Most az utóbbi hetekben úgy figyeltem, hogy megint elkezdték frissítgetni, most januárban már talán kétszer is volt frissítve, bár több mint egy hétig még januárban a szilveszteri podcast adásunk volt kint, most a napokban kirakták a zsidais cikkünket, most még mindig az van ott az egyik ilyen helyen. Na, tehát ez volt ebben jó is, volt ebben rossz is. Aztán egyébként a 2014-es VB előtt volt még az érdekesség, hogy megkerestek minket is, meg a legtöbb még életben maradt blogost, meg próbáltak régieket is igen, visszacsábítani. Ott volt egy változás, ott a vezetőség szinten egy új csapat vette át a Népsportnak az irányítását, egy tapasztalt ilyen blogger csapat, a kezdő 5.20 szerkesztői, és akkor ők csináltak egy ilyen szerintem egész jó kis kezdeményezést, hogy összegyűjtötték az ötlet jó volt. Az aktív bloggereket, hogy a VB idejére csináljunk egy ilyen
összblogger oldalt, egy ilyen blogger csapatot, és a VB témában ki mihez ért, meg mihez szeretne írni, abba a témában posztolgasson. Igen. És ez... Gyakorlatilag hogy működött ez, ugye? Ez úgy működött, hogy volt egy közös levelezési lista, amire elküldhettük, hogy na, írtam egy cikket, és akkor ők volt egy ilyen gyűjtő oldal, ahova ezt mindig kitették, meg ez a kis dobozka frissült. De akkor a fejetlenség, meg összevisszaság volt az egész, hogy úgy kellett ezt elképzelni, hogy minden csapatnak csináltak egy külön blogoldalt. Minden játékosnak, könyörgöm, minden játékosnak. Volt egy pár kiemelt játékos, igen, minden csapatnak külön, minden eseménynek külön, és akkor volt körülbelül 25-30 ilyen oldal. És ezen igazodjál te el, hogy mit csinálj. És ugye lehetett jelentkezni, hogy ki milyen témában szeretne blogolni. Ugye én magam nem titok, ugye olasz foci fan vagyok, így én vállaltam, hogy az olasz válogatott blogoldalát a VB idején viszem tovább, vagyis hogy viszem, és így gyakorlatilag egyedül én vittem az olasz válogatottnak az ilyen névsportos blogoldalát a VB idején, de nagyon meguntam 2-3 cikk után látva azt, hogy milyen fejetlenség, meg nem törődömség van ezzel az egésszel. Pedig tényleg egy nagyon jó kis ötlet. Nagyon jó ötlet volt, csak aztán hagyták szétfolyni, tehát egy-két oldalra kellett volna ezt az egészet felrakni, szépen azoknak, akiket érdekel, és más módszerekkel. De azért meséltük most ezt el, mert ez is nagyon jól jellemezte ezt az egész 5 éves névsport szférát, hogy folyamatosan váltogatták egymást azok, akik úgy gondolták, hogy egyrészt majd most megcsináljuk és megmutatjuk, hogy igenis lehet itt jól blogolni, meg folyamatosan váltogatták egymást azok, akik, ahogy mondtad is, jogosultsággal rendelkeznek, de hozzáértésük nincs. És hát ez nagyon-nagyon megnehezítette a dolgunkat. Pedig alapvetően maga a népsport ötlete is egyébként szerintem remek dolog volt, nem véletlen, hogy annak idején Látás megalapította a blogot és elindította, és a mai napig ez működik. Na, aztán eljött, hát már nem idén, hanem tavaly, 2015 szilvesztere, 2015. december 31-én délután 5 órakor, ki az, aki akkor még dolgozik, a könyörgöm, ki az, aki akkor még dolgozik, kaptunk egy e-mailt azzal, hogy január 31-ével megszűnik a Népsport szolgáltatása, úgyhogy minden ott lévő adatunk elvész, van egy hónapunk kimenteni az adatokat. Hát ez így nagyon jó szilveszteri ajándék volt. Mivel ugye gyakorlatilag az összes Népsporton regisztrált bloggernek elküldték ezt a levelet, de nem egyszerre, hanem különböző időpontokba. Így például ezt Csibu kapta meg egyedül közülünk, és amikor bevásolta ezt a közös csoportunkba, akkor gyakorlatilag kinevettem, hogy ha-ha, tudod, kicsivassál, szeptember 31-én ezzel. És akkor miután belinkelted a levelet, és hogy továbbítottad nekem, majd aztán még pár órával később én is megkaptam, akkor már... De még szerintem akkor is gondolkoztál rajta, hogy olyan bolond voltam, hogy írtam egy kamu levelet. Megfordult bennem ez is, de amikor a sablonját láttam a levélnek, akkor már nem kételkedtem, hogy ez bizony igaz. Tehát tényleg így történt, hogy december 31-én kaptunk erről egy levelet, hogy oké, okay, megszűnünk, kész, viszontlátásra. És ugye nekünk, minket ez azért érintett érzékenyen, mert mi úgy voltunk vele, hogy amit eddig csináltunk, az minden maradjon meg. Ugye mára elértük a közel 900 cikket, egész pontosan ez a podcast adásunk a 900. cikk. Így van, huhú, yeah! Tehát 900 cikket kellett volna átmentenünk. Na most ezt nem úgy képzeljétek el, hogy két kattintás, és akkor ki egy lementés, a meg egy Sport blogról adatokat, ami egyébként megtehető volt, tehát le lehetett menteni, csak az volt a kár, hogy annyira elavult ez az a rendszer, hogy ezt sehova máshova nem lehetett beimportálni, tehát hiába, hogy lementetted az oldalat, nem tudtál vele mit kezdeni, csak kaptál egy 100 millió oldalas textfájlt, amivel azt csináltál, amit akartál. Úgyhogy mi volt az egyetlen megoldásunk? Az, hogy szépen egyesével az összes cikkünket átmásolgatjuk. Ez na most rengeteg... általánosságban, így van, általánosságban, ahogy megfigyeltem, nyilván cikktől is függött, meg a másoló szerkesztőtől is függött, de egy cikk átmásolása 5 és 10 perc közötti időtartamot minimum igénybe vett. Annyit azért nem, tehát az túlzás. Tehát
úgy volt ennek a menete, hogy először átmásoltuk a cikk címét, majd, hogy minden formázás megmaradjon, nem magát a szöveget másoltuk, hanem a HTML kódot vittük át. Most ezzel gyakorlatilag a formázások, a videó beillesztések, minden megmaradt, kivéve ugye a képek, mert azok egy külön tárhelyen voltak. Így minden cikkből le kellett mentenünk a gépre az összes képet, és azt újra feltölteni az új tárhelyünkre, és újra beilleszgetni minden képet úgy, ahogy volt, és ugyanúgy igazítani. Majd, ha ez megvolt, akkor ugye a cikket be kellett dátumozni pontosan arra, órára, percre, pontosan arra az időpontra, ami az eredeti névsportos cikk volt. Aztán, hogy folytassam, meg kellett adni a megfelelő kategória nevet, meg kellett adni a megfelelő címkéket. Igen, tehát ennyiből állt a menete. Tehát, hogyha olyan cikket másoltunk, amiben ugye kevesebb kép volt, vagy ne adj Isten, elvesztek a képek, akkor ugye hamarabb megvoltunk egy ilyen cikknek az átmásolásával, egy-két kattintás, és megvolt, esetleg kellett keresni hozzá egy odaillő képen, de ezzel nem volt gond, de viszont voltak ugye olyan cikkeink, elég sok, főleg ugye mondjuk nekem, hogy az ilyen összefoglalóimban rengeteg képet beraktam, ugye a pontozásnál a játékosoknak a kis fejeit szépen odaigazítottam, akkor amit mostanában bevezettünk, hogy ugye pontozzuk a mérkőzést három kategóriában, na ezeket mindet szépen egyesével kikeresni, beilleszteni, odaigazítani, és ha még ez nem lenne elegendő, az új WordPress motor most valamiért kínlódott, amikor ezeket illesztettük be, és elgányolta, és akkor HTML kódba kellett átírni valamit, hogy jó legyen. Tehát ilyen esetben bizony egy-egy cikknek az átmásolása már bőven meghaladta az 5 percet, és ugye 900-at kellett átmásolnunk. Hát nagyjából még, hogyha azzal is számolunk, hogy egy óra 15 cikket át tudunk másolni, akkor is 60-70 órát eltartott összesen az, hogy ezt másoljuk. Szerencsére elég sokan vagyunk a szerkesztő gárdából, úgyhogy mindenki vállalt magára annyit, amennyit tényleg elbírt, és így meglett ez a 900 cikk. De hát a cikkek mellett még óriási nagy feladat volt az, hogy elkészítsük az oldalt, és hogy legyen egy normális kinézete, egy normális használata. Mi nekünk is először most használtuk így komolyan a WordPress-t, meg kellett vele ismerkednünk, Szemi nagyon sokat segített, tényleg ő lett gyakorlatilag a rendszergazdánk ilyen szempontból, akivel összhangban tényleg mi mondtuk, hogy mit csináljon, és akkor megpróbálta azt végrehajtani, és a jelenlegi kinézetet sikerült összehozni, ami szerintem egyébként nagyon jó lett, tehát nekem jobban tetszik a korábbi oldalunknál, oldalainknál. De hát ezt leírtad a bevezető bemutatkozó cikkedben, hogy mi is változott pontosan. Neked egyébként hogy tetszik ez az új oldal? Nekem minden várakozásaimat fölülmúlja, nagyon jó lett szerintem, most ezt nem azért mondom, hogy hazabeszéljek, de amikor arról beszélgettünk már ugye hónapok óta, hogy majd egyszer valamikor a nyáron esetleg leválunk a Népsportról és önálló oldalunk, ezt akkor egy ilyen hasonló kinézetet és elrendezést képzeltünk el. Egy ilyen szempontból nagyon jó jött, hogy találtunk egy ilyen megfelelő sablont, amire felépíthettük ezt a dizájnt. És tényleg nem önmagunkat dicsőítve, de január 1-én kezdtünk már el ezzel. Tehát gyakorlatilag már szilveszter estén ezzel foglalkoztunk, együtt szilvesztereztünk, tehát lehetett erről beszélgetni, hogy ki mit gondol, hogyan képzeljük ezt el, és gyakorlatilag 15 nap alatt felépítettük azt, ami itt most látható, ami tényleg felülmúlt az én elképzeléseimet. Hát az enyém, a dologat illetően. Én nagyon megvoltam ilyet, hogy a cikk másolással ugye nem fogunk végezni. Azért is írtam az újévi cikkbe, hogy elképzelhető, hogy nem fogunk tudni mindent átmenteni, de azon leszünk, hogy mégis sikerüljön. Ugye ezt úgy beszéltük meg, hogy úgy csináljuk, hogy indulunk a legfrissebb cikkektől, és legfeljebb a legrégebbiek majd nem maradnak meg, vagy amit ugye lementettünk, majd akkor valahogy pótoljuk, és akkor az nem lesz mondjuk kép, meg mit tudom én. De meg lett minden. De annyira brutálisan jól haladtunk ugye mindennel, hogy 2 hét alatt mindennel kép. Hát egy az, amit nagyon-nagyon sajnálni fogunk mindig is, bár ezzel kapcsolatban én egy cikket már elkezdtem készíteni, az pedig a kommentjeitek, tehát nagyon-nagyon sok értékes komment volt. Igen. Az adott cikkekhez tartozó kommenteket értelemszerűen nem tudtuk átmenteni, ezek ugye nullázódtak, törlődtek sajnos. Az általunk nagyon magasra értékelt top kategóriás kommenteket mentem ki egy cikkben egyébként, és akkor azok még utólag olvashatóak lesznek, de sajnos ezek el fognak veszni, ami azért mindig is bennünk lesz kis tüskeként, de a Discuss rendszer megmaradt, és reméljük, hogy itt már többé nem lesz ilyen probléma.
Na és akkor ez mind szép és jó, így jelenleg, de az, ami felteszi az egészre a slusszpoint így az adásunk végén, az az a levél, amit január 4-én kaptunk. A tisztelt... Igen, tehát január 4-ére már eljutottunk odáig, hogy vásároltunk egy doménnevet, vásároltunk egy tárhelyet, sőt, már elkezdtük átmenteni a cikkeket, ekkor már olyan 15%-át az összes cikkünknek átmentettük, vagy legyen 10, ne túlozzak, és már egy minimális dizájnt kialakítottunk, már úgy meg volt az elképzelésünk, hogy na akkor hogyan is nézzen ki, de akkor még nem az volt a fontos, hanem akkor ráálltunk arra tényleg, hogy a cikkekkel haladjunk, és majd a dizájn közbe csináljuk. Január 4-én én személy szerint kaptam egy levelet, tehát ezt senki más nem kapta meg tőlünk, fel is olvasnám, szerintem ezt érdemes hallani mindenkinek. Kedves Népsportblogger, azért írok önnek, mert értesíteni szeretnék arról, hogy a korábban kézbesített levéllel ellentétben nem szűnik meg teljesen a Népsport blogszolgáltatás. Jelenlegi formájában igen, de az aktív, folyamatosan frissülő blogok tartalmait átvisszük egy másik platformra, ahol biztosítjuk a további működést, tehát folytatható lesz a blogolás a Népsporton. Ön azért kapta most ezt a levelet, mert a jövőben is számítunk a tartalmaira. Elnézést kérünk, amiért ezt a levelet csak most kapta meg, az eredeti terv szerint a korábbi levél előtt szerettük volna értesíteni erről, de egy mulasztás miatt ez nem történt meg. Arra szeretném kérni, hogy erről a levélről értesítse az ön blogjához, blogjaihoz tartozó bloggertársait is. Erre volt egy fantasztikus reakciónk. Tessék! A k***va anyádat! Tehát most nem tudom, ugye elsőn kiment ez a cikkünk, hogy ugye innentől mi önálló utakon folytatjuk a blogolást. Nem tudom, hogy esetleg ennek volt-e köszönhető, hogy utólag kaptunk egy ilyen levelet, vagy tényleg tervem volt véve nekik, hogy az aktív blogokat átmentsék. Minden esetre ezzel már elkéstek, és valószínűleg akkor sem mentünk volna ebbe bele, hogyha még időben megküldik ezt a levelet. Tehát... Megnéztem volna azt, hogy 900 cikkünket hogy mentik át. Úgy, hogy az nekünk megfelelő formátumon maradjon, és úgy, hogy az nekünk egy megfelelő formában jelenjen meg, egy megfelelő oldalon, megfelelő honlapnévvel. Tehát ez gyakorlatilag lehetetlen kivitelezni. Nagyon kíváncsi leszek, hogy bárki belemente ebbe, és valóban ezt megvalósítják-e. Na most a másik dolog pedig az, hogy 2013 végén, amikor mi maradtunk a Népsporton, akkor gyakorlatilag tettünk egy óriási szövetséget mi is a Népsportnak, és azok is, akik velünk együtt egyébként maradtak. Tehát gyakorlatilag ez az egyetlen oka volt az, hogy nem halt be a Népsport. Úgyhogy tehet nekünk egy nagy szívességet az egész nemzeti sport ezügyben, mert gyakorlatilag húzó neve lettünk a blog szekciójának, és errefel így bánnak velünk, szóval ezek után döntöttük el azt, hogy ezt az egész 5 éves történetet mi mindenképpen el akarjuk nektek mondani, hogy tudjátok azért, hogy a háttérben nagyon-nagyon sok nehézségünk volt, legalábbis ami a nemzeti sport felől érkezett. De mindennek most már vége, a saját utunkat járjuk innentől, a saját kezünkben van a sorsunk. Így van, nagyon örülünk neki tényleg, hogy sikerült. Nagyon reméljük azt, hogy tetszik nektek is az oldal, hogyha bármi van, amit még hiányoltok, vagy megosztanátok ezzel kapcsolatban, akkor bátran írjatok nekünk, szóljatok hozzá, hogy még január 31-ig bepótolhassuk az adott esetben lévő hiányosságot, vagy változtathassunk a kedvetekre, hiszen, mint sokszor elmondjuk, mi gyakorlatilag nem önmagunkért, vagy a csapatért, hanem elsősorban értetek, szurkolókért, olvasókért vagyunk, és nagy-nagy örömmel szolgál az, hogy nagyon-nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk tőletek Facebookon is, meg egyébként is. Tartalmilag, minőségileg próbáljuk legalább ugyanazt a színvonalat hozni továbbra is, amit eddig szoktunk. Nyilván vannak olyan dolgok, amiben mi is fejlődhetünk, de folyamatosan rajta vagyunk, hogy ez a fejlődés ez töretlen legyen. Akkor reméljük, hogy az új oldalon is velünk tartotok, és folyamatosan követtek majd minket.
Az új oldallal azért mi is valamilyen szinten próbálunk majd egy kicsit ugye megújulni, de azért a megszokott dolgok megmaradnak. Jövünk majd folyamatosan beharangozókkal, összefoglalókkal, podcastokkal, rengeteg elemzéssel, tehát tényleg lesz ami szemszájnak ingere, úgyhogy Reméljük, kövessétek. hogy a csapatnak a teljesítménye is emelkedővé válik, bár erre továbbra sem látunk biztató jeleket, de azért a szívünk mindig bizakodik. Úgyhogy kövessetek minket ezentúl is, immáron a www.lokiblog.eu címnek a bepötyögésével. Úgyhogy ennyi lett volna ez a kis különkiadás. Itt volt Csibu. Sziasztok! Illetve itt voltam én, mint UEFA-n. Sziasztok!